No. Tehát. Ezen 1492-ben megindultak a földrajzi felfedezések, és ennek köszönhetően ugye az egész gazdaság átváltozott, kapitalizmusra váltott Európa. Most ehhez viszont azt kell tudni, hogy alapvetően ugye azelőtt is konkrétan ugye a világ két fele, Ázsia és Európa, vagy hát ugye kelet és nyugat kereskedett egymással, és ez a kereskedelem, hogy a középkorban a középkori kereskedelmet is tanultuk már tőle jól, még régebben, ugye úgy zajlott, hogy ugye a fejlett nyugati területekről, ami ugye főleg Flandriát, Franciaország, Rajna vidéket jelentette, ugye lehozták az árut Itáliába, ugye levandei kereskedelemmel ez elment ugye Föníciába, és itt felrakták a Selyem útra, és elvitték Kínába, meg Indiába. Na most a probléma az lett, hogy 1453-ban meghódították a törökök Konstantinápolyt, itt nem tudtak átmenni a hajók, itt meg ugye török kikötők voltak, és a törököket ki kellett kerülni, ennek köszönhetően ugye próbáltak eljutni Indiába, erre is, meg erre is. Mind a kettő sikeres volt, tehát kialakult egy új világgazdaság, csak hogy ez még, hogyha egyszerűen csak így eljutnak Indiába ezen az úton, ez még alapvetően azért nem rengeti meg a világgazdaságot. A lényegi elem az az, hogy időközben a nyugat fele menet felfedeztek egy új kontinest, ahol egy tök új nyersanyagok, mindenfajta dolog jött be. És kialakult egy új gazdasági típus, kifejezetten Amerikában, az úgynevezett ültetvény. Nyilvánvalóan mindenki tudja, mit jelent az, hogy ültetvény. De azért elmondom. Az ültetvény az ugye óriási mezőgazdasági terület, ami piacra termel, ez azt jelenti piacra termelés, hogy nem mezőgazdasági területek ugye általában Európában, ebben az időben még nem piacra termeltek, hanem a saját felélésnek. Tehát mondjuk a földes úrnak volt egy nagy területe, ő azért termelte ott a kaját, hogy tudjon enni, meg ugye ott termelt állatokat, annak a szőlőt felhasználta, stb. Az ültetvény viszont általában, sőt nem általában, mindig csak egyetlen egy dolgot termelnek. Ugye vannak dohányültetvények, gyapott ültetvények, cukornádültetvények, és így tovább. És ezeken az ültetvényeken általában vagy napszámosok dolgoznak, nagyon-nagyon kevés bérért, vagy inkább ez a jellemző rabszolgák. Tehát a rabszolgaság új korszaka jött el. És amit igazából meg kell ehhez jegyezni, az a világgazdasági munkamegosztás, ami kialakult ebben az időben. A világgazdasági munkamegosztás. Erről már egy kicsit beszéltünk. Ez a terület, ezt, amit itt bekarikáztam, besatíroztam, hogy az Anglia, Franciaország, Német-Alföld, Német-Római Császárságnak a nyugati része, illetve Dánia, ezt nevezhetjük a fejlett területeknek. Ekkor alakult ki konkrétan az, ami ugye a Sárva könyvben, az első fejezetben van, ez a centrum. Jó? Ez a centrum ekkor alakult ki, és ekkor alakult ki a félperiféria is, illetve a periféria is. Tehát a világ három részre osztotta ez a világgazdaság, ugye erre még emlékeznek remélem tavalyról. Ugye ez volt az ipari termelő, és viszont itt a mezőgazdaság ugye az lehanyatlóban volt, hiszen ugye a mezőgazdasági termékeket megvásárolták, és meg volt ez a munkamegosztás, hogy itt ezen a területen nagyjából, ugye ezt, amit itt köztes Európának hívunk, szintén egy fogalom, mint emelte főleg, köztes Európa, nem Közép-Európa, nem is Kelet-Európa, hanem köztes Európa, ez kifejezetten az újkorban az európai terület, ahol a mezőgazdasági termelés folyt, ami ugye nyugatra eladtak, és cserébe a nyugat ellátott minket, köztes Európát, ugye iparcikkekkel, tehát cipőre cseréltünk szarvasmarhát magyarul. Jó? És viszont a nyugatnak ehhez, az iparcikkekhez óriási nyersanyag igénye volt, és ezt a nyersanyagot viszont a gyarmatokról szerezte be, jó? Az ültetvényekről. Tehát ahhoz, hogy az ipar működjön, az iparhoz alapanyag kell, ugye fa, bőr, csont, mindenféle ilyen dolog, ahhoz ugye a gyarmatokról ez bejött, viszont az ültetvényeken rabszolgák dolgoztak, amit Afrikából szereztek be. Amiért cserébe
minimális dolgokkal fizettek, például alkohollal nagyrészt, de inkább ilyen csecsebecsékkel és ilyesmi. És kialakult egy ilyen kereskedelmi úgynevezett háromszög, a gyarmaton, Afrika és Európa között, ugye Afrika mindenfajta olyan értéktelen dolgot importált, amit ő nem tudott előállítani. Ugye amerikai gyarmatok, ezek főleg ugye nyersanyagot, illetve olyan dolgokat, amik Európában nehezen teremtek meg, például dohányt, meg cukrot. Európa pedig ugye mind iparcikkekkel ellátta mind köztes Európát, mind ugye Afrikát, mind a gyarmatokat, sőt, még ugye keletre is ezeket, főleg textíliákat, ezeknek a több mint a 90% az textil volt, tehát valamilyen ruha. Ugye ma is tulajdonképpen az iparcikkek közül a ruha az, amit a leggyakrabban veszünk. Ugye, mert ez mindenkinek kell, és ugye ezt importáltuk keletre is, amiért cserébe ugye tulajdonképpen fűszereket és luxuscikkeket szereztünk be. Jó? Nos, ami erről még tudni kell, az az iparnak az átalakulása. Az ipar átalakulás, az ipari működésnek alapvetően három különböző szintje van. Az első, az a céhes rendszer. A második, a manufaktúra. A harmadik, pedig a gyár. A cég, ez a középkorra jellemző, a manufaktúra, ez a kora újkorra, a gyár, az pedig a késő újkorra, illetve napjainkig tulajdonképpen. Jó? Mondhatni az ipari forradalomtól kezdve, tehát első ipari forradalom után, tehát a gyár. Mi a különbség? A cég, az egy olyan szervezet, amit mindegyiknek ugye az a lényege, hogy iparcégeket állít elő. Tegyük föl mondjuk ruhákat, vagy székeket, vagy ilyesmit. Ja? A cég az úgy működik, mindegyik egy szervezet, a cég az úgy működik, hogy van egy mester, és az székeket gyárt. És fogja a fát, kifaragja, legyártja a széket, aztán ezt megtanítja a cég inasoknak, meg a legényeknek, akik ugye szintén elkezdenek székeket gyártani. Tehát egy ember egy széket legyárt egy nap alatt jellegű dolog. Ez alapvetően arra megy rá, hogy minél jobb minőségű székek legyenek, illetve tulajdonképpen ez egy lassú termelési folyamat, hiszen ugye nincsen még munkamegosztás. A manufaktúra az a következő szint. A manufaktúrában, mondjuk, hogyha a C-ben dolgoznak 10, a manufaktúrában szintén 10 dolgoznak, de más. Tehát C-ben 10 ember csinál egyenként egy-egy széket, de manufaktúrában a 10 emberek föl van osztva. Az egyik az kivágja a fát, a másik az kifaragja ezt a darabot, a harmadik ezt a darabot, a negyedik összecsavarozza, az ötödik az belakozza, a hatodik az lecsiszolja, tök mindegy, értik? Tehát ilyen tulajdonképpen ugye munka megosztás van, mindenki egy darab feladatot csinál, viszont ugye mivel hogy egy darab feladatot csinál, ugye sokkal gyorsabban tudja azt az egyet csinálni, viszont ez tömegtermelés lesz tulajdonképpen. Ez azt jelenti, hogy kézi manuális faktúra gyár, tehát hogy olyan gyár, ahol kézzel dolgoznak, és tulajdonképpen a gépek megjelenése, ez a manufaktúrából ugye az emberi munkaerőt, a manut írtotta ki, és a gépek léptek ennek a helyére. Na most mikor van szükség, ugye a C-nél alapvetően azt kell tudni, hogy akkor lesz manufakturális ipar egy országban, tehát akkor lesz az ipar átalakítva ilyen rendszerre, amikor már nagyon nagy az igény az iparcikkekre, mert nagyon sok ember van. Tehát amíg a középkorban élünk, képzeljük el, ott élnek a faluban az emberek, és mindent megcsinálnak maguknak tulajdonképpen, megcsinálják a ruháikat gyapjukból, a saját földjükön termett dolgokat eszik, semmit nem akarnak venni, csak tényleg amit nem tudnak megcsinálni, hogy kell nekik egy darab asztalos, meg egy darab kovács. És ott az ott a városban elmennek, néveznek egy-egy patkot, most simán elég az, hogy legyen egy C-mester, meg néhány tanítvány, aki ezt ellátja. Viszont, hogyha hirtelen lesz egy boom, megnő a népesség, és laknak a városban 5 millióan, és azok már nem tudnak maguknak ruhát csinálni, mert nincsen földjük, már folyamatosan kell ezeknek a termékek, ott már nem elég az, hogy van egy darab szabómester, és ezt csinál évente 3 darab ruhát, hanem ott az kell, hogy naponta csinál 3 darab ruhát a manufaktúra, vagy inkább 300-at. Tehát viszont ugye, és ugye még nagyobb lakosság számnál pedig a manufaktúra átalakult gyárra,
mert akkor a tőkét kap, mert gépeket tud vásárolni. Na most az újkorban a fejlődés tulajdonképpen ez volt, hogy a földrajzi felfedezések következtében részben, másrészt pedig ugye a népesség megnövekedése, tehát a népesség és a piac növekedése miatt, hogy a céhekből manufaktúrák alakultak ki, de nem mindenütt. Tehát ez csak nyugatra vonatkozik, illetve még elszórtan egy-egy településre, mondjuk egy-egy gazdag itáliai kereskedő városra, vagy nagyobb spanyol városra, vagy mondjuk Erdélyben voltak manufaktúrák, de nem jellemző alapvetően. Továbbra is megmarad az önellátás, mindenki saját magát csinált utcáit, igen. Hogy ilyenkor Skócia és Írország még nem tartozott ebbe a fejlettebb részbe? Hát egyrészt ugye még nem tartozott, ez nem volt Egyesült Királyság. Igen, igen, azt tudom. És egyébként meg igen, nem. Tehát ez abszolút csak Angliára ezt vonatkozik. De ez most így részletkérdés. Most pont nyilván nem volt egy határ, átléptél az iskolon, mert fejletlen emberek voltak, akiknek fejletlenek. Ilyen átmenet volt. Ilyen Lengyelország és Magyarország is ugyanazt csinálták. Vagy ez ilyen kb. Beosztás, jó? Ez összes nem meg, hogy egy gyarmat. Jó? Magyarország gazdasága pedig kifejezetten szintén fontos. Magyarország gazdasága, most csinálok egy ilyen térképet. Ugye kilenyítjük Magyarországot ebben a korszakban, ugye így néz ki, és három részre van osztva, van egy hódoltsági török terület, van egy Erdély és van egy Király Magyarország, a következő a helyzet, folyamatosan háborúzunk. Van egy ilyen fogalom, hogy külkereskedelmi mérleg, ezt mindenki írja, külkereskedelmi mérleg. Külkereskedelmi mérleg azt jelenti, hogy egy országnak, megnézzük, hogy mennyi az összes vásárolt terméke, és mennyi az összes eladott terméke. És ennek a mérlege. Tehát a vásárolt termék az ország nevében, vagy az ország nevében ez a vásárolt utca, ezt úgy hívjuk, hogy import. Tehát az import az országnak a vásárolt része, amit külföldről megvesz. És ugye a kiadás, amit ugye ő ad el, amit ő ad el, az pedig az export, jó? In az ugye in befelé, ex kifelé, egy egyszerű. Port az meg, kikötő vagy van. Tehát import, export, most ebből vonunk egy mérleget. Nyilván az a jó az országnak, hogyha ez pozitív, mert a pozitív mérleg azt jelenti, hogy többet adtunk el, mint amennyit vettünk, tehát nálunk marad a pénz. Ugye merkantilizmusnak az a lényeg, hogy ez legyen. Míg a negatív mérleg az azt jelenti, hogy többet vásároltunk, mint amennyit eladtunk. Jó? Na most a kérdés az, hogy Magyarország ebben a helyzetben milyen külkereskedelmi mérleggel rendelkezett. Nézzük meg, hogy milyen volt a gazdaság. Ugye Magyarország az itt található. De nem tudom, hogy volt éppen minden mezőigazi. De. Tulajdonképpen pusztítás volt az országban, a jobbágyták, minden falvak elpusztultak, nem volt semmi, és Magyarországon tulajdonképpen egyetlen egy ipar, vagy egyetlen egy gazdaságág, az összes közül egyetlen egy működött, a marha tenyésztés, azért, mert az emberek kénytelenek voltak elhagyni a hazájukat, és az egyetlen kaját termelték, ami tudott sétálni. Tulajdonképpen működtek, de már kimerültek az időre. Tehát az Károly Robert nagyon sajnál, illetve még Luxemburg is gondolat volt nagyszám. Tehát tulajdonképpen a marha, a szürke marha az nem más, mint egy nagy darab mozgó hús. Ezt így fogták fel akkoriban is, és Magyarországon kialakult egy nagyon nagy társadalmi réteg, figyeljenek, amit úgy hívunk, hogy a hajdú. Jó? Hajdú. Hajdú, ezek azok, akik hajtották a marhákat, tehát marhapásztorok. És tulajdonképpen ezek a hajduk olyan közösségben, ilyen mozgó közösségben éltek, tehát fogta magát az egész falu, összeállt öt másikkal, felkerekedtek és járták körbe-körbe az országot, megvédték magukat rendesen, néha a törököket is jól elverték, és terelgették a marhákat, és minden évben egyszer fogták,
néhány hajdú fogta magát, és az éves marha termést azt élő lábon elsétált fel Amsterdamig, meg Augsburgig, és ott eladta. Érti? Nos, Magyarország külkereskedelmi mérlegéről pedig azt kell tudni, hogy az összes eladott árucikknek a, azt hiszem, hogy a 92%-a vagy 90 valamennyi százaléka az, az a marha volt. Tehát egyértelműen abból éltünk, hogy kaját adtunk el Nyugat-Európának. Ez olyan szinten van, hogy van egy ilyen legenda is, hogy a békön az a bakony nevéből van, a disznó, a marha, nem tudjuk, hogy honnan van, még ez is igaz lehet, igen. Hogy melyik Magyarországról beszélünk a három közül? Mindegyik, ez összesen. A határokat nem annyira érzékelték egyébként ilyen szempontból. A határvidékek azok nagyjából egybefolytak, tehát ilyen... De a külkereskedelmet a törökök nyilván a hatóságoktól külön folytatták, nem? Most igazából nem annyira foglalkoztak ezzel, nem vagyok ilyen elhatár meg ilyenek, mert háborús helyzet van, nem figyeltek az ilyenekre, igen? Igazából akár is mindent importáltunk is. Importálni, viszont ennek a felét importáltuk, tehát minimális dolgokra volt szükségünk, és éppen ezért a külkereskedelmi mérleg az... Tehát hogy az eladott utcáink az dupla annyi volt, mint a bevásárolt utcaink, tehát tulajdonképpen alapvetően ez pozitív volt nagyon. A probléma az volt, hogy ezt a sok pénzt viszont mind elhelyreálltuk, ugye mindenfajta fegyvere meg ilyenek. A háborúra tulajdonképpen elköltöttük egyrészt, másrészt az iparunk az nem fejlődött ki ettől, attól, hogy sok-sok marha született Magyarországon, ugye nem fejlődött az ország, a nép meg halt meg. Szóval, hogy ezt a külkereskedelmi mérleget, ugye amit a többi ország ki tudott használni, Magyarország a háború még nem tudta kihasználni, hiszen Európában születtek az emberek, gyártották a cipőt a kínaiaknak, és kellett nekik a kaja. És ebből egy csomó nemes meggazdagodott, mint Lengyelországon más területeken, Magyarország ezt a háború még nem tudta kihasználni. Értjük? Helyes. Egy kis csöngetek. Szerencsére pont sikerült kiegészíteni, nem is befejezni, meg a szóval. Szerdára lesz a ház feladat. Hogyha én azt mondom, hogy mondjuk feltöltöm, mert nem akarok 38-at fénymásolni, és maguk beadják papíron, az működőképes? Nem. Igen? Kézzel írottam, vagy nem? Tök mindegy. Akkor jól, vagy mi az? Akkor fel fogom tölteni, maguk pedig megcsinálják, jó? Ezt meg kiavítom. Szerdára tervezik. Köszönöm.